körülbelül 50-55 kilométert fogunk megtenni. Beregszászi járás rögtön a szomszédunk, az első falu Bátyú, tehát Bátyú érintésével indulunk Mezővárjuba. Ezek a legrégebbi utcák, itt a Alvég felvég, és itt a Kucsárka, meg a másik végén van a Kisvég. Egy utcás faluból lett ilyen hatalmas, közel 6000 lakosú, magyar színreformátus nagyközség. Tehát azt is mondják a dobronyiakról, hogy ők palóc eredetűek, tehát valamikor 17.-18. század fordulóján érkezhettek ide palócok. Három község van Kárpátalján, ahol megmaradt ez a nyelvjárás. Hát az egyik Nagy-Dobrony, a másik Beregrákos, és mellette van egy kis község, Kajdanó. Tehát a dobronyiak megtartották az 50-es évekig a nagyon színes viseletüket, és megtartották a nyelvüket, tehát ízes nyelvüket. Tehát a dobronyiakról mindig azt mondták, hogy munkaszeretőek, földműveléssel foglalkoznak, a korai burgonyát, a fűszer, paprika követi. Tehát azzal szoktak ugye dicsekedni, ha lehet így mondani, hogy két termést vesznek be a földből minden éven. Tehát korai burgonya, és utána beültetik a fűszer paprikát. Tehát ma már nagyon sok fóliasátor van itt mindenfele, ahol elnézünk. Szinte minden udvaron van fóliasátor. Tehát zöldséget termesztenek, borka, paradicsom, paprika. Tehát ezekkel látják el a környező városokat. Nagy-Dobrony egy olyan település, amelyik a nagyvárosoktól, három nagyvárostól szinte egyenlő távolságra van. Ungvár, a megye székhely és egyben járási székhely is, az 40 kilométer, Beregszász 42 kilométer, Ungvár, vagy bocsánat, Munkács a legközelebbi nagyváros, az 25 kilométerre van tőlünk. Most egy kicsit rossz lesz az út néhol, de már javítottak, majd hogyha látjuk, hogy ez nem olyan jó, akkor jöhetünk majd Munkács fele, az egy talán valamivel jobb minőségű, csak az egy 5 kilométeres többletet jelent. Hát meglátjuk, már itt is igyekeznek egy kicsit foltozgatni Beregszászi járásba, és most láttam, hogy új lakik meg van csinálva az. Tehát Kárpátalja az egy 20. századi képződmény, a trianoni békediktátum után Csehszlovákiához csatolták a felvidék, tehát észak-keleti csücskét, és ez egy közel 13.000 négyzetkilométernyi terület, amelyiken 13 járás osztozik most. Tehát az ungvári járásból megyünk most át a beregszászi járásba. Mindjárt lesz a beregszászi járás jelző tábla. Bátyú egy vasúti csomópont. Tehát most már nincs olyan jelentősége, mint a szovjet érába. Tehát itt óriási áruforgalmat bonyolított le. Csak Bátyú lerakatok voltak, hogy a keskeny nyomtávról át kellett pakolni a vagonokba, a széles nyomtávú vagonokba az árut. Tehát óriási munkaerőt vett fel ez a település. Egy ilyen kis lakónegyed épült, tehát
Szovjetunió széthullása után ezek az emberek hát gyökértelenné váltak, munkanélkülivé váltak, tehát eléggé nehéz helyzetbe kerültek. Tehát nekünk a 91, a Szovjetunió felbomlása egy óriási gazdasági válságot jelentett. Minden pénzünk oda lett, tehát azóta se hevertük ki, és ugye azóta ciklikusan ezek a válságok bekövetkeznek. Tehát 2004-ben ugye volt egy forradalom, a narancsos, aztán 14-ben, amikor már Janukovicsot elkergették, utána kezdődött a háború, ami azóta is tart, tehát nem olyan rózsás a helyzet, de már sok mindent átértünk, és minket még hál' Istennek nem hittek el. Hál' egy ki robotra, mint nagyapáinkat, 44-ben azt is át kellett élni, át kellett vészelni. Tehát hamarosan elérjük Bátyó szélét, és azt hiszem egy kicsit jobb lesz az út is. Itt a kártyó. Hát itt igen, itt a két falu között most még ilyen. Fogja mutatni az is, hogy itt bal oldal két temető lesz. Ugye az első temető az a református, ugye ahol a helyi őslakosok vannak elvandolva, hogy nyugosznak, és utána pedig a más nemzetiségű, más vallású emberek. Tehát jobbra, ha aki jobb oldaltól kinéz, akkor ott lát egy ilyen mini lakótelepet, amit a vasút épített a munkásainak a 70-es évek elején. Tehát akkor nagyon nagy volt a forgalma ennek a vasúti csomópontnak, átrakó helynek, tehát raktárak voltak itt, záró raktárak. Tehát a cseh korszak az 19 évig tartott, hát a szovjet korszak az egy kicsit tovább, 40 év, most 91-től pedig már szabad Ukrajnába él. Tehát bal oldalt a régi temető, amit természetesen ma is használnak, és aztán az új temető, ahová a más vallású, a pravoszlávok, általában görögkatolikusok temetkeztek. Tehát ahol a kereszt alsó szára megpillan, az pravoszláv, tehát ortodox vallás. Hát ez egy mezőgazdasági vidék volt, minden faluban volt malom, ami aztán funkcióját vesztette mára. Hát itt bal oldalt egy malom épület van újra gondolva, és akkor itt kell lesz balra kanyarodni. Turultaknak a tetejére. Ott én még biztos, hogy vagyok a Lúnyai birtok volt ez a 19. században, 20. század elején, és van itt a jobboldali részen egy lúnyai kastély, egy pici kis klasszicista kastély, amit ilyen gyermekotthonnak használtak a szovjet időben. Jelenleg is ilyen kallódó gyerekeket gondoznak ott. Tehát ilyen átmeneti gyermekotthon jelenleg. Hát igen, ilyen kallódó gyerekeknek. Templom. Hát itt is zömében reformátusok élnek. Református templom jobb oldalt majd látható lesz. Sokat kutatott a Rákóczi Szabadságharc 48-as
szabadságharc eseményei vidékünkön, illetve hát a magyar nyelv volt a szenvedély, a másik versmondó versenyeket rendeztek rendszeresen itt Bátyóban. Tehát sajnos ő már nem él, fiának pedig a behívások miatt el kellett költözni Magyarországra, telepedett át ki 3 évvel ezelőtt. Nagyon sokszor szaklatták. Lepítettek ruszinokat. Állami munkán voltak, ezek a területek rosszabb adottságúak, mint emocsaras területek, vízjárta területek, tehát itt kialakultak ilyen tanyaszerű települések, tehát kisbakos vagy papi tanya, tehát lényegében ez egy ilyen tehát terv volt, hogy egy kicsit megbontani itt az etnikai egységet. Tehát telepes falvak vannak itt Bátyú környékén, illetve a vasútvonal mentén. Tehát most, amit érinteni fogunk, azt a községet úgy hívják, hogy Új Bótrágy. Tehát ez is a cseh időben lett megnyitva, ez a egy utcás kis település, és aztán jött ugye Bótrágy, az már egy ősi település. Tehát a települések azok többségében tatárjárás után alakultak itt ki, tehát 13. században tesznek említést ezekről a falvakról, úgy mint Nagy-Dobronyról is. Masztély, Beresirány, Tiszaulla, Tiszabecs, van egy jó Borsó határátkelő, de csak nem ide lehet mondjuk busszal lenni. Masztély, Beresirány és Závony csak az, ami busszal is járható. És aztán van a 3-as határ, ugye Halmi irányába. Az melyik rész? Ugyanez a rész? Igen, ugyanez a rész, igen. Halmi, Akli. Tehát ott a Tisza parton, lényegében a Tisza falpartján. Tiszaújlaktól nem messze, Tiszaújlaktól olyan 15 km. Igazítják a Tisza. Magyarország miniszterelnöke volt, az egyik Lónyai, és akkor itt vezetett át ugye a birtokán a vasút. 1880-82 között épült ez a nyomtáv, amit itt látunk. Az érdekessége mindenütt a vasútvonalnak, hogy megvannak a régi sínek, a keskeny, meg hozzá van építve a széles. Úgyhogy 4 sín. 2 sínpárt látunk, tehát 4 vonalat. De az irányítani arra a keskeny nyomtávra építve, hogy ne tudják tovább az állít szállítani felfelé, vagy a katonaságot jönni. Korra itt is egy kis kastélyépület, ugye a rómaiaknak voltak ilyen gazdasági központjai. Lehajtják, akkor egy kicsit ugye beszélgetnek, este megvárják, akkor is egy kicsit leülnek beszélgetni, ugye, és akkor ezért vannak itt ezek a lócek még a kapuba. Tehát azt jelenti, hogy még a régi hagyományos életmód néhol fellelhető. És vasárnap természetesen leülhetnek a kapuba. Legalábbis Dobronyban az volt régen a szokás, hogy csak vasárnap volt szabad a lócán ülni, mert az dologtalannak tűnt, lustának, aki hétköznap volt ideje leülni a lócára tarafigyálni. Hát ma már mindenki beül a szobába, aztán bámulja a tévét, már azt nem látja senki, nem szólít senki.
nem rója meg. És Bereg Som. Tehát van egy olyan település, ahol bár nem tudom, hogy terem-e Som, inkább délebre, ott Vis környékén tudom, hogy van Salánk Vis környékén. Ezt a települést úgy nevezik, hogy Bereg Som. Vagy csak egyszerűen Som. Tehát itt is reformátusok és magyarok élnek. És a határ az egy ilyen 10 kilométerre innen, tehát télebre, tehát nekem jobbra. Tehát ott van ugye Harangláb, aztán jön Kaszony. Tehát itt van egy bekötő út, itt tudnánk megközelíteni a Harangláb Lónya átkelőt. De ott annyi a kényelmetlenség, hogy ott kompon lehet aztán folytatni az utat. Tehát az hiszen nincsen híd, hanem kompon kell átmenni a túlpartra. De sokan kocsival ezt az útvonalat választák. Itt már táblát is látunk, ami nálunk elég ritka. Pilok, az Tiszaújlak, és innen 43 kilométer, úgyhogy még meg fogunk tenni, akkor e tábla szerint meg fogunk tenni egy 35 kilométert még. Tehát félúton van Beregszász és Tiszaújlak között Mezővári, körülbelül félúton található. Igaz, még egy kis község Borzsavát kell lesz érinteni, Borsova. Régen Bereg vármegyének, az Árpád korban Borsova volt a neve, tehát az első említés, Borsova. Igen, Borsova. Azért, mert van egy Borzsa folyó, és egy Borzsa havasó, egy hegy. Tehát az Árpádokban ered a Borzsa, és ott vannak a Borzsa havasok, és a megyét kezdett a úgynevezték, hogy Borsova. És már kínai trakkarral, itt nagyon sok kiadó ház van, vagy szoba, mert van egy melegvizes forrás, vagy hát több ilyen melegvizes forrás, jobbra a templom, előtte a háborús emlékművek. Tehát Kaszonynál van ilyen melegvizes forrás, és nagy fürdőkomplexumot építettek ki, és akik nem kapnak ugye szállást ott a közelbe, azok a környező falvakba, itt Som területén foglalnak maguknak szobát, és innen járnak be akkor a fürdőbe. Hőforrás és hát gyógyvíz lényegében. Hát ez is egy kereszteződés itt. Ha balra mennénk, akkor Zápszony faluba érnénk, ha jobbra, akkor Papi. Ugye Csóka Papi, hallottuk már ilyet Magyarország területén. Itt is Bereg. Tehát a túloldalon ugye van a másik Papi. És az erdő. Tehát régen Som, aztán Kaszony lakossága szőlő termesztésből élt. Tehát mindenkinek volt egy ilyen dombnyi, egy kis szőlő birtoka. Tehát itt ilyen dombságot látunk, ez a Kárpátok külső vonulata, az úgynevezett vulkanikus vonulat, ami nagyon kedvező a szőlő termesztésnek, viszont Gorbacsó kiirtatta a szőlőket. Tehát azt mondta, hogy nem szabad alkoholt fogyasztani, és csinált egy ilyen nagy marhaságot, és azóta se tudnak semmit itt termeszteni, mert nincs az a növény, aminek a gyökere ugye megfogná ezt a semmi talajt. Tehát csak, hogy esetleg azt mondják, hogy lucernának van olyan gyökere, ami be tud kapaszkodni ebbe a
vékony rétegbe meg tudja fogni. Tehát tönkretették itt ezeket a régi szőlőket. Most kezdődött egy 8-10 éve, hogy visszatelepítik a szőlőt, majd Meregszász környékén már szép új telepítéseket látunk, de az csak külföldi támogatással. Tehát van például egy Kotnár cég, amit úgy tudom, hogy román, magyar és ukrán ilyen közös vállalat, amelyek hát, szőlőt telepítettek, illetve bor forgalmazásával is foglalkoznak. Tehát ez egy márka név. Tehát a gyönyörű dombok most kopára, már itt látok egy új telepítést, de inkább gyümölcsfákat telepítenek, nem mindenki a szőlőre állt vissza. De elég nehéz lett helyreállítani a Gorbacsov okozta károkat. Például a Szerednyei területen, ahol hát nagy szőlő terület volt, most azt mondják, hogy 10%-át tudják csak művelni az eredeti szőlőterületnek. Tehát lényegében 90%-a elpusztult. Ugye a dohópincék 16. századtól ott szőlőt termesztettek. Szerednyei hordó az egy mértékegység, 220 liter. Tehát Meregszász 15 kilométer, és még onnan körülbelül 15 kilométer a Mezővári. Tehát itt van a Kaszonyi bekötőút, és ugye Kaszony-Karavás felé itt lehet átlépni a határ. Köszönjük a belépők, hogy a helyiek ezt nem tudják megfizetni. Tehát a kaszonyiak biztos nem fürdenek itt a Kaszonyi fürdőbe, mert egyszerűen olyan magasak a belépők, hogy nem jönnek ide, nem engedhetik ezt meg maguknak. Nem tudom, olyan 700 egy napra, 700, ez 7000 forint, ez még magyar ország. De azt mondják, luxus körülmények vannak, hát én nem tudom. Pontosan nem tudom. Tehát jobbra van a fürdő komplexum, tehát állandóan bővül, tehát folyamatosan épül, bővül. Azt mondják, hogy minden van itt, luxus körülmények, nagyon sok turista látogatja, helyiek azok nem. Kárpátaljai dolgok vannak, tehát ami legautentikusabb, az a füszfa veszélyből font kosarak, illetve mindenféle használati tárgya. Tehát az Huszt mellett Iza, egy község lakossága csak ezzel foglalkozik, közel 100 éve, tehát honosodott meg ott a kosárfonásnak a tudománya, és azóta folytatják, tehát apáról fiúra száll ez a mesterség, és hát művészt ilyen fonják ezeket a kosarakat, illetve más használati tárgyakat. Nagy Bégány település. És itt is ki van mindenütt téve, ugye, hogy szoba kiadó, meg látjuk, hogy idegen hát felségjelű kocsik vannak itt más területről, itt pihenők, tehát mindenütt a zöldség vagy a bor. Tehát itt az út mentén folyik a árusítása a gyümölcsnek. Ez a házi szőttes pokrócok itt például a kapun jobb oldalt. Igen, itt is jobbra a pokrócok. Nem a kaput díszítik, hanem eladásra kínálják őket. Régen az idősek azt mondták, hogy a sok régi ruhából szép új pokróc lesz. Tehát jobbra ez a görög katolikus
parókia, meg haranglá, templom, ez a kettős kereszt, ez a görögkatolikusok jele, és mindjárt a református templom is jobb oldalt lehet látható. Tehát itt van egy híres family hotel, meg, vagy motel, ilyen csárdaszerű épület. Itt lakszikat vagy rendezvényeket szoktak tartani, azért van az a sok parkoló kocsi. Tehát itt jobbra ez a kis református templom, fehér színű. Itt is egy malom épület, ami szintén elhagyatott. Tehát balra vannak ezek az izai kosarak itt kirakva, ugye ezek a... Leveri a jobbra, meg a balra, Husz környékén, tehát ezek van. Fogunk menni Husztra, fogunk menni holnap Husztra, és útba egyhetjük, tehát egy 2 kilométeres kitérő, és tényleg... Tehát itt minden községben 2 vagy néhol 3 felekezet is él. Templomaik is vannak. Tehát Balazsér után Makkos Jánosi, vagy csak egyszerűen Jánosi, és aztán már elérjük Beregszász városát. Hát itt már van egy ilyen kis villa negyed is, illetve most egy új hotel épült. Nagyon szeretik ezt a chalet nevet, ez egy ilyen franciás házikó, vagy ilyesmit jelent, menedékház. Ezt itt is szoba kiadó, Jánosi. Hát az eredeti neve Makkos Jánosi Tölgyerdő vette körül a települést, ugyanúgy, ahogy Dobronyt is Tölgyerdő övezi, már ami megmaradt belőle. Helikon Hotel, ez is népszerű szálláshely itt a környéken. Beregszász, tehát Beregszász kinyúlik, bekebelezte a környező kis falvakat, és ez a Beregvég Ardó is úgymond már beolvadt Beregszász városába. Tehát Beregszász egy olyan 27 ezer lakosú város, fele-fele arányban, tehát magyarok és más nemzetiségűek. Ez már nagyon billeg a mérleg nyelve, tehát sokan ugye kiköltöztek, vagy ugye meghaltak, elköltöztek, és ezért egyre fogy a magyar lakosság, de még itt a beregszászi járásban a legmagasabb a számarányuk. A járásban olyan 70% ott van a magyarok részaránya. Beregszász és egy megtört életfát mutató ilyen kis emlékmű, ez az elhurcolt lelkészeknek az emlékműve. Most nagyon szépen lelassítottunk, tehát jobbra tessenek figyelni, feltűnik a kastély, és a kastély előtt pedig van egy ilyen életfa, stilizált életfa, egy görcsel, egy ilyen megtört életet mutatja, hogy nagyon sok lelkészt is elhurcoltak szovjet időbe, a börtönökbe kerültek, illetve munkatáborokba. Tehát ez volt a Fedák kastély, Mosinati iroda. Tehát még ez mindig a Munkácsi út, és itt majd balra ki fogjuk kerülni a központot. Itt lesz egy ilyen sportkomplex, itt is van egy termálvizes medence, itt nagyon sokan
itt pihennek, látást, tehát pincéket megnyitották a látogatók előtt. Kóstolókat szerveznek. Igen, de úgy a hegybe bemennek ezek a pincék, tehát ezek elég nagy. És egy alkotást itt hagynak annak a falunak, ahol ki tudnak alakítani egy ilyen pici kis teret. És most majd Borzsován fogunk keresztül menni, és az út bal oldalán lesz egy kis domb, és azon lesz egy szobor, aminek az a neve, hogy Ilka, Ilka, ugyanis itt van egy ilyen kis legenda egy helyi szép hölgyről, akinek a neve volt ez az Ilka, és ifjabb Hidi Endre, aki nagydobronyi szobrászművész, ha dicsekedjek vele, az édesapja pedig idősebb Hidi Endre kerámiákat készít. Tehát ő készítette ezt a kis szobrot. A következő faluba pedig, ugye Mezőváriba, a Rákóczi szabadságharc tiszteletére készült egy pici emlékmű, az pedig Mát Péternek az alkotása. És Haláboron is van egy ilyen reformációhoz kapcsolódó emlékmű. Faloldalt lesz majd egy domb a templommal szembe, református templommal szembe, és ott lesz ez az Ilka szobor. Azt hiszem 2014-ben készült el ez az alkotás. Tehát mindig igyekeznek ugye a helyiek által. Igen, ilyen kis szép lány. Azt mondta a művész, hogy azért arc nélküli, hogy mindenki oda képzelhesse saját magát. És akkor itt fotózkodtak az ő alkotása alatt. Jó nekik! Miért vannak? Pont minden lére lába hozzá. Alkotótábor idején. Akkor itt valahol majd, ahol kiszélesedik az út megáll, és akkor valószínű észrevesznek minket.